Mozgalmas és eredményes évet zár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Ezzel kezdte évértékelő sajtótájékoztatóját Adorján Gusztáv főigazgató. Az intézmény év végén 1,5 milliárd forint konszolidációt kapott az államtól. 2018-ban a parkolóház átadásával befejeződött a több mint 15 milliárd forintos tömbkórház projekt. Ennek köszönhetően teljesen megváltozott a Józsa András Oktató Kórház arculata. A fejlesztési osztályunk ebbe az esztendőbe közel 5 milliárdos csomagot kezel, tehát különböző pályázatok vonatkozásában. Ami nagyon lényeges, ugye ebbe az évbe sikerült egy óvodát itt a kórház területére megálmodni, ez köszönet a városvezetésnek, polgármesternek, a képviselőtestület minden tagjának, hisz ez részben pályázat és részben városi pénzből valósult meg, kórházi dolgozóknak a gyerekei számára. Ez is abba a ideológiába tartozik, hogy hogyan tudjuk itt tartani a dolgozókat. A másik szintén dolgozók itt tartása érdekében ebben a következő évben megvalósulandó projekt lesz, egy 118 férőhelyes nővérszállónak az építése. Ebben 61 darab 1, 2 és 3 ágyas szobákat alakítanak ki. A következő évben indul a Bocskai úti STK földszintjének belső felújítása is. Fontos eredménye még a kórháznak, hogy 6 járásban 6 egészségfejlesztési irodát is kialakítottak. A dolgozói létszám növekedett az elmúlt évhez képest. Jelenleg 5019-en dolgoznak az integrált intézményben. Az orvosok és a nővérek aránya is fiatalodtunk életkort figyelembe véve. Orvosoknál az a bizonyos korfa az egy egészséges homokóra formát mutat, tehát biztosítva vannak a jövőben fiatalabbak. A nővérek vonatkozás, ápolók vonatkozásában nem ilyen rózsás a helyzet. Ott azt kell mondjuk, hogy egy olyan 8-10 év múlva várható komoly nővérhiány. Idén 119 dolgozó kötött tanulmányi szerződést, nekik a kórház finanszírozza a szakmai továbbképzésüket, cserébe minimum 5 évig kell még az intézményben dolgozniuk. 150 rezidens is van a kórházban, ez országos szinten kiemelkedőnek számít. A kórház 38 osztályából 25-en vezettek be valamilyen új műtétet vagy gyógyszeres kezelést, például a szemészeti osztályon, de rendkívül fejlett a gyermekosztályon a koraszülött ellátás, és országos szinten unikális a gasztroenterológiai osztály munkája.